Eddig kettőből semmi, először a szlovákok, majd a németek ellen is kikapott a női U18-as hoki válogatott a tüske csarnokban zajló Divízió 1 világbajnokságon. Ma este a Franciaország lesz az ellenfél, az esélyekről is a budapesti tornáról Buzás Norbert szövetségi egyzővel beszélgetünk. Köszönöm, hogy elfogadta a -e meghívásunkat. Hát azt hiszem, hogy két verességről beszélünk, de azért, az nem kezdtem ennyire tragikusan felfogni, mert nagyon jó csapatok ellen. Hát egy bronzérmes és egy ezüstérmes világbajnoki bronz és ezüstérmes ellen ez így van, mindent elmondtál, ez egy nagyon magas szintű világbajnokság, és a mi csapatunknak az is egy nagyon nagy élmény, hogy itt lehet, bár a női korong azért elkényezteti itt a rajongókat, mert szinte természetes, hogy a világ elitbe, vagy a világ alatt játszunk egyel, de idén egy nagyon-nagyon fiatal csapatunk van, átlagban egy két évvel vagyunk fiatalabbak a többieknél. Az első két nap a két legerősebb ellenfél ellen kezdtünk, voltak nagyon jó periódusaink, átlagban kevesebb gólt kapunk, mint az elmúlt évben, közelebb vagyunk a csapatokhoz, sajnos a helyzeteim még nem mennek be, nagyon várjuk azt az első gólt, igyekszünk mindent megtenni, hogy az összejön, ma a francia csapat ellen játszunk, a franciák is két állnak, ők tavaly a világ elitbe játszottak, idén viszont én úgy gondolom, hogy nagyon közel vagyunk hozzájuk, mindenképpen ma a győzelemért játszunk. Na az döbbenetes, amit mondtál, ugye, hogy 2002-es lett a legfiatalabb, ha jól emlékszem, ugye ebben a mezőnyben, és, és tulajdonképpen ebből is van három nálunk, tehát nagyon fiatal a, csapat, és már vannak önök, akik a felnőttek között is játszanak. Igen, a női hokinak van egy sajátosság, hogy a lányok korábban érnek, mint a fiúk, és... Csak a hokinak? Lehet, hogy a többi sportnak is azt ilyen mélységben nem követem a női jégkorongon kívül a más női sportokat. Az biztos, hogy itt a égkorongban speciális a helyzet, ez egy technikai sportág, és a, a, a lányok azért vannak, hogy fiatalabbak is, magasabb szinten állnak, mint akik esetleg éppen idősebbek. Én azt gondolom, hogy az, hogy milyen kor, korcsoport alkotja a csapatunk, az, az összességében teljesen mindegy, a mutatott teljesítmény számít, akik most itt játszanak, azok mindent megtesznek a sikerért. Ugye azt említetted, hogy videóelemzéssel néztétek meg a, a, csapatokat, meg vissza is néztétek a saját meccseiteket. Hogyan készültetek ezek ellen a franciák ellen? Mert ugye azt említetted, és a világelitből csúsztak ebbe a csoportba. tegnap egy szünapunk volt. A szünapon a, a első felében a napnak azt hokimentesítettük egy mozival. A második felében volt egy egyórás edzésünk. Előtte ilyen soronkénti meetingeket tartottunk, a francia csapatot kielemezzük, és azt ma a meetingen fogjuk a felállásaikat megmutatni, illetve a mi hibá, hibáinkból is, illetve a pozitív dolgokból is klippeket készítünk, és így készülünk a mérkőzésre. Ugye az első meccsen, amikor még a szlovákok ellen játszottak, akkor más kapus védett. Mi volt ebben a taktikai felállás? Miért kellett változtatni? Vagy sok gólt kapott, és ez nem esett neki annyira jól, kellett egy kicsit pihentetni, vagy mit kell ilyenkor elképzelni, vagy egyszerűen ki kellett próbálni a másikat is? Két nagyon jó kapusunk van, és az előttes terveknek megfelelően az elsőt az egyik kapusnak szántuk, a másikat a másiknak, és megnézzük, hogy ki milyen teljesítményt nyújt, mind a ketten kiválóan vétek. Ma megint Horváth van ezzel a fog védeni, aki a szlovák ellen kezdett, megnézzük, hogy milyen lesz a mai meccsen a képe, terveink szerint a, a, következő meccset megint a másik kapusunk fogja védeni, és az ötödik az, ami majd egy eldöntendő kérdés lesz. Ugye Májer Fruzsina, ő a csapatkapitány, azt mondta, hogy voltak olyan pillanatok, ami azért nem volt még tökéletes, tehát egy ilyen kis rövid zárlat. Mi ez? Mi az, amit ezzel lehet tenni esetleg? Hát amikor magas szinten játszunk, akkor minden hibának Következménye van, ezt nagyon nehéz a lányoknak elfogadni. Ők nem mindig játszanak ilyen magas szintű ellenfelek ellen. Ők leginkább u 14 16 os fiúk között játszanak a magyar bajnokságban, ahol egy lánynak teljesen más a szerepe, mint hogyha női csapatban játszik. A fiúk a lányokat könnyebben ki tudják segíteni, nincs akkor nincs a tétje egy hibának. Én azt gondolom, hogy ez az, amit amit így folyamatosan tanulunk, és ebből adódnak azok a hibák, amikből esetleg gólokat kapunk. Az ellenfél, ha jó, akkor a hibát megbünteti, ha csak közepes, akkor, akkor lehet, hogy ő is hibázik, és nem használja ki a lehetőségeit. Miben vagyunk mi jók? Hát mindenképp mi egy nagyon-nagyon jó csapatot alkotunk, a lányok nagyon összetartóak, és nekünk az erőnk ebbe a csapatmunkában van. És mennyire ismerik egymást? Hát ugye a fiúk között játszanak, aztán persze van egy olyan csapat, amely kifejezetten csak ők és az osztrák bajnokságban indulnak, de hát azért csak egy vegyes csapatról van szó, egy válogatottról. Hát egész évben összetartásokon készülünk, van egy komoly programja a női szakágnak, ami már egy U15-ös válogatottal kezdődik, az is két részre osztik, egy tehetséggondozó program és egy és egy úgymond versenyeztetett program, és utána következik az U18-as csapat, hogy a lányok egész évben, illetve az elmúlt években közösen készültek, tehát mindenki ismeri a másikat. Ugye Franciaország lesz a mai nagy ellenfél, és lesz még egy videó elemzés. Hogy néz ki ez a mai nap majd? Mert hát nem e... tudtak eljönni, hiszen lesz majd még egy edzésük is. Igen, nem akartuk a lányokat ilyen nagyon korai keléssel zaklatni, úgyhogy ők otthon maradtak, most éppen reggelihez készülnek, 9 óra 20-kor lesz egy átmozgató edzésünk, ami úgy néz ki, hogy előtte van egy bemelegítő szakasz, utána egy levezető szakasz, visszérünk a hotelba, ebéd, ebéd után egy kicsi pihenő, pihenő után videómeeting, utána viszont más, két és órával indulunk már a meccs helyszínére, és ott ugyanezeket a procedúrákat megcsinálják egy bemelegítése, ott is meg nagyon rövid taktikai értekezlet, mérkőzés, és aztán remélhetőleg siker után egy jó hangulatú levezetéssel zárjuk a napot, olyan Fél, fél, tíz és tíz között. Mennyire izgulós a csapat egyébként? Hát amennyire a Hazai lányogszak. környezet, tüskecsarnok, azt mondtátok, hogy ez szinte ünnep a csapat számára. Így van, tehát a tüskecsarnokban játszani mindig egy ünnep, <laughs> ahol a nagyválogatott is játszik, biztos, hogy izgulnak, de eddig egész jó palást tolták. ezt, én nem vettem észre a csapaton, hogy, hogy nagyon izgulna. Mire kell számítani, ugye ö, azt mondtátok az előzetes tervek alapján, hogy az osztrákokat kell majd megverni. De az osztrákok azok megverték ezeket a franciákat kettő egyre, mondjuk persze ez a nyitókör volt, és még nagyon az elején ö, voltak a csapatok, de hát aztán ebből mire lehet számítani? A norvégok megverték őket, és ott azért már két gólt is tudtak lőni ezek a franciák, de hát ö, mire lehet számítani ellenük? Lehet, hogy esetleg őket is meg tudjuk akkor fogni? Ö az, hogy mi, történik ma, azt én nem akarom hogy nagyon előzetesen esélylatolgatni. Én azt gondolom, hogy főleg a női hokinál egy utánpótláskorban minden mérkőzés más. Itt szituációk egyes, egy gólók esetleg, vagy, egy, vagy egy, egy, hiba hosszú percekre meghatározza a csapatnak a képét. Én azt gondolom, hogy a lövő statisztikák azok sokkal többet elmondanak, viszonylag keveset tudtunk lőni az első két meccsen, és sok, sok lövést kaptunk mai ellenfelünkre ugyanez elmondható, ők is keveset lőnek kapura, sok kapnak, nekik beakadt két gól, ezért szoros meccseket tudtak játszani, nekünk ezek a helyzetek egyelőre nem mentek be, de én azt gondolom, hogy, hogy ma, ma új nap van, és mindenkinek ugyanannyi esélye van nyerni. Mennyire kell a taktikákat változtatni, amikor a különböző csapatok ellen játszunk, hogy van nekünk egy séma, amit viszünk, és akkor az alapján játszunk? Hát igazság szerint van egy séma, amit viszünk, erre készültünk nagyjából egy fél éve, Nő, női, hokiba U18 divízió egyes szinten nagyjából mindenki ugyanazt a taktikát játsza, az a kérdés, hogy ezt mennyire sikerül az ellenféle rákényszeríteni. Én azt gondolom, hogy ma a franciák ellen mi mindenképp egy agresszív taktikával fogunk játszani, mert úgy gondolom, hogy a egyéni képességek alapján nem vagyunk rosszabbak, mint az ellenfél. Az, hogy itt a Tüskecsarnokban lett ez a világbajnokság, ez mennyit segít a csapatnak? Ugye két évvel ezelőtt Miskolcon volt, tehát az már egy nagy sportdiplomáciai siker, hogy kétszer is egymás után itt lett Magyarországon a világbajnokság. Én, én azt gondolom, hogy Miskolcon is sokat segített rajtunk a közönség. Budapesten annyi van plusz, hogy a csapatnak a nagy része az budapesti klubcsapatokban játszik, és a közvetlen családtagok mellett még a barátok is eljönnek szurkolni. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp plusz a lányoknak. És a csapatnak egyaránt. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon, nagyon inspiráló közeg nekik. Tudnak ebben fejlődni? Tudnak ilyenkor ö, tanulni attól az ellenféltől, amelyik jobb náluk? Vagy mennyire lehet ezt ilyenkor Mind bevinni a mindennapi életbe? Én azt gondolom, hogy mindenképp. Itt meccsről meccsre fejlődünk, de van, amikor még a harmadok között is óriási különbségek vannak. Németország ellen az első harmadban nem, nem játszottunk jól, a második harmadban viszont. Hiába egy gólt a németek tudtak lőni, fölénybe játszottunk, és én azt gondolom, hogy a meccsen belül is nagy fejlődés volt tapasztalható. Milyen típusú edző vagy egyébként? Az, aki szeret dicsérni, vagy inkább aki nagyon hajtja és űzi őket? Vagy ez a kettő összefér egymással? Én mellett. azt gondolom, hogy ez a kettő összefér egymással. Egy világbajnokságon mindig a pozitív dolgokra fektetjük a hangsúlyt. Mindig azt mondom a lánynak, hogy negatív dolgokból tanuljunk, a pozitívot meg vigyük tovább magunkkal és mennyire könnyű az, hogy te a is ugye egyzősködsz, azért inkább fiúkkal foglalkozol, és akkor hirtelen átváltani erre a, a hát talán más gondolkodással, azért valljuk be, hogy azért a lányok másképp játszák ezt a játékot. Ez, 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 ez így van, szakmailag szerintem nagy különbségek nincsenek, inkább a hozzáállás kérdése, hogy egy fiú játékossal lehet keményebben bánni, egy lány, lánynak azért figyelni kell a lelkére, de a stábban vannak lányok is, úgyhogy ők kompenzálják esetleg a szigorúságot, de, de én azt gondolom, hogy ebben az évben a lányoknak nem nagyon kellett szigorúságokat alkalmazni, mert nagyon-nagyon együtt vannak és nagyon koncentrálnak a feladatra. Mennyire érzed azt, hogy, hogy, hogy ezt a, a, fejlődést, amit itt ugye tapasztalatnak, azt át tudják majd vinni akár a klubcsapataikhoz is? Én azt gondolom, hogy minden kép, itt minden meccsről meccsről az ember önmaga is fejlődik, Situációkat megtapasztal, átél, esetleg elkövet pozitív vagy negatív dolgokat, amire az edzők felhívják a figyelmét, ezt elraktározza magába, visszatér a klubcsapatába, és jobban fogja csinálni a dolgokat. Hát nagyon drukkolunk nektek erre a mai napra, úgyhogy, úgyhogy sok sikert kívánok, és, és hát nézni fogjuk természetesen, majd mi is. Nagyon szépen köszönjük.